Sziasztok, remélem jól vagytok. Ebben a videóban a Mühle borotva szappant fogom használni. Ez egy... relatív kemény szappan, úgyhogy beledobom egy kis meleg vízbe, hogy felpuhuljon. A páker variant borotvát fogom használni. Ez úgy működik, hogy az állító gombot azt el kell óramutató járásával nem megegyező, tehát bal irányba forgatni. Ez egy kétrészes borotva. Egy sárga gilett pengét fogok használni. És a visszacsavarásnál arra kell figyelni, hogy itt van egy kis vonal, és ezen a részen, és nem tudom mennyire jön ez át így videóban, van egy kis jelölőke, és a kettő azonos irányban kell, hogy álljon. Különben nem tudjuk használni a szerkezetet, és akkor jobb irányba kell betekerni. Koppanásig. Ez egy állítható borotva, 5 fokozat közül tudunk választani, az 1-es a legmegengedőbb, az 5-ös a legagresszívabb. Én azt most 3-asra felcsavarom, tehát a 3-as fokozatot fogom használni. Ezzel a Yaki szintetikus pamacsal fogok habot keverni, belenyom egy kis vízbe, megvizezem az arcot a szappanos vízzel, na jó, és hajrá! Jó, és akkor hajrá! Ez a szappan relatív sok vizet azért fel tud venni, de jó habot lehet belőle keverni. Ezt a Mühle borotva szappant nem igazán szoktam látni ilyen napi borotválkozós fotókban, és egyébként ilyen videóban se nagyon látni. Pedig egy teljesen jól működő szappan. Ez a homoktövises illat. Egy nagyon kellemes, ilyen gyümölcsös, virágos illat, úgyhogy aki ezeket a típusú illatokat szereti, annak biztos tetszeni fog. Az összetevőket tekintve ez egy nem egy túl benyújtott szappan, ami azt eredményezi, hogy borotválkozás is közben nagyon jól működik. Tehát tényleg a borotva jól siklik, teszi a
dolgát. Viszont a borotválkozás utáni érzetet tekintve azért azok a szappanok, amikben vannak a bőrnek jótékony hatású összetevők, azok nyilván egy jobb borotválkozás utáni érzetet adnak. De így borotválkozás közben teljesen jól működik, jól siklik a borota. Szapon nagyon jó ilyen csúszós réteget hagy így maga után. Második körre pedig ugye az első körnél 3-as fokozatot használjuk, letekerjük 2-es fokozatra. Borotvának a nyele nagyon kellemesen rücskös. Vannak olyan borotvák, amiknél kicsit olyan agresszívebb rücskök vannak, de nagyon jól működik. Nagyon jó súlya a borotvának. És itt a hab az a szélén elég jól el tud távozni. Minden, a legtöbb borotvánál a DL-penge egy picit kilóg, az ennél a borotvánál is így van, úgyhogy célszerű erre odafigyelni. Ezt a borotvánt a Mercury Progresshez szokták hasonlítani. Ami megmondom őszintén, hogy nekem még sosem volt. Ennek kellemes borotva, tehát a fokozatok szerintem jól vannak kialakítva, az 1-es és az 5-ös között érezhetően nagy különbség van. Jó súlya van, tehát szerintem az 100 gram körül legalább van, tényleg van benne anyag. Most megmondom őszintén, hogyha egy a Mercury Progress vegye között kéne választani, én a design szempontjából ezt választanám, nagyon egyben van, tehát tehát hozza azt az egyben van érzetet. A fórumon általában az egy örökös vita, hogy szükség van-e arra, hogy egy borotva állítható legyen. És én alapvetően úgy gondolom, hogy ez nem egy rossz dolog. De az is igaz, hogy egy idő után nyilván az ember megtalálja a számára leginkább kedves fokozatot, és akkor egy idő után azt használja. Mindkét tábornak megvan a maga igazájának ellenére, inkább úgy gondolom, hogy szerintem érdemes lehet kipróbálni egy állítható borotvát. Az
zárásként pedig az Alpa F-törzsévet fogom használni. Nekem ennek az Alpának az illata nagyon tetszik. Talán egy kritikát tudnék megfogalmazni, az is az üveg kapcsán, hogy ez egy nagyon jó kis üveg, csak a végén a szűkítő az nem annyira profi, mint más ilyen F-törzséveknél, és így az ember így kicsit az ujjával kell, hogy ezt megoldja, ami tényleg nem az elmúlik a haza becsületet, csak tényleg ezt más cégek meg tudják oldani. Minden esetre szerintem mind illatra, mind működésre ez egy tök jó F-törzsév. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, további kellemes napot kívánok, sziasztok!